Óvodás lesz a gyermekem címmel tartottak fórumot a Színbád rendezvényteremben az érintett családok számára. A kerületben 11 óvoda, 32 telephelyel működik. Az intézményeket az önkormányzat tartja fenn és működteti. Szeretném, hogy a gyerekeik tényleg olyan környezetben tudhassák, hogy ne érezzék meg, hogy otthonról kikerültek, és mindenkinek azt kívánok, hogy érezzék jól magukat, és higgyék el, hogy ez csak úgy tud működni, hogyha segítjük egymást mi, önök, szülők, az óvónők, és mindenki, aki ebben a rendszerben részt vesz. A gyermekeknek nincs napi rendjük, és alig-alig találkoznak olyan helyzettel, ahol nekik kell alkalmazkodniuk egy kötött, egy adott rendszerhez. Nagyon sokat tudunk segíteni a gyerekeiknek, tudunk egy napi rendet, és igyekszünk ehhez valamilyen módon alkalmazkodni. Minden gyerek más és más, nagy-nagy különbségek vannak. Az egyiknek erre van szüksége, a másiknak arra, és ezt úgy gondolom, hogy minden óvónéni figyelembe fogja venni, úgyhogy ettől nem kell tartaniuk, még akkor sem, ha a pedagógiai programban az van benne, hogy egy hét a beszoktatás. Én azt hiszem, hogy látni fogják a pedagógusok, hogy mikor javasolható az, hogy hagyják egy picit a gyermeket. A védőnői szolgálat pedig az iskoláskor kezdetéig továbbra is nyomon kíséri az óvodás gyermekeknek az életét. Az óvodában is jelen vannak az óvodavédőnök, így fontosnak éreztük, hogy az óvodakezdés az egészségük megőrzéséről is szólhasson a közösségben, és ehhez igyekeztem az előadásomban néhány gyakorlati tanáccsal szolgálni. Az önkormányzat óvodai iránytű címmel idén is kiadvánnyal segíti a szülő. Hátul fent vannak az utcakörzetek, ugye ez nyilván rendkívül fontos, mert ez az első, amit a szülők megnéznek. És miért fontosak a körzetek? Igazság szerint nálunk itt a kerületben, meg egyébként Budapest összes kerületében körzetes óvodák vannak. Ezek a körzetes óvodák lakcím szerint vannak felosztva, tehát a szülők úgy tudnak eligazodni, hogy megnézik, hogy az az utca, ahol ők élnek, melyik óvoda körzetébe tartozik. Az idei óvodai beiratkozás időpontja április 23-a 25-e között lesz. A kormány rendelete szerint minden harmadik életévét betöltött gyermek számára kötelező az óvoda.